építész hallgatók nyári táborai 1981 óta zajlanak Visegrádon és a környékén. Egyetemista fiatalokkal és a Makovec Vándoriskola hallgatóival. Ez az előadás és beszélgetés sorozat a 40 éves visegrádi építésztáborokról szól, és az idei tábor előkészítéseként, mint egy szellemi felvezetésként készült. Első előadónk Erhard Gábor építész lesz, aki Makovec Imre visegrádi tevékenységéről tart nekünk előadást. Ha Makovec Imréről és Visegrádról beszélünk, akkor hát ugranunk kell egy jó 45 évet az időben, a 70-es évek közepére, amikor mellesleg én születtem. Azért egy kicsit érdemes tudnunk, hogy milyen időszak volt ez. Ugye a kommunizmusnak egy olyan, mondjuk úgy, hogy talán szellemileg ilyen leülő félben lévő időszaka, ahogy Cseh Tamás énekelte az átkozott 74-es év, amikor én születtem, amikor már a nagy modernista lendület, vagy a szocialista realizmusnak a szociális elhoz hivatottsága és hatalmas nagy lendülete már egy kicsit megfeneklett, ugyanakkor a kommunizmus diktatórikus rendszere pedig kiépült, és ebben az időszakban ugye 75-ben történt a Major Máté féle támadás, a pécsi ifjúsági csoport szétverése, ugye a paksi tulipános házak kapcsán, illetve 71-77 között dolgozott a Vátiban a Sárospataki Művelődési Házak terveim Makovec Imre. Botrányok miatt onnit eljönni készült, és aztán 77-ben az akkor még ugye legkisebb állami tervezői jogosultsággal rendelkező állami vállalathoz, a Pirisi Parkerdőhöz érkezett Madas László felkérésére el Makovec, és hát mondjuk úgy, hogy egyfajta főépítészi tevékenységet folytatott. Ebben az időszakban egy ilyen parkerdő fejlesztés volt itt napirenden, ami arról szólt, hogy a budapesti lakosok ki tudjanak jönni hétvégenként ide az agglomerációba, a Pirisi Parkerdőbe, Visegrádra, jelesül a Magyaróhegyre, és itt kulturált közülmények között tudják eltölteni a szabadidejüket. Ez ennek során jött létre a kemping és a jurtatábor, amelyik hát ugye ilyen elemi épületeket eredményezett, elemi épületeket tervezett ide a Makovec. Az érdekes az, hogy ezekben a kis építményekben, akár csak ugye tulajdonképpen a tervezési folyamatot lezáró erdélyi művelődési, mögöttem látható erdélyi művelődési háznak a tervezésében, nagyon elemi formákkal, elemi térkonstrukciókkal dolgozik Makovec. Itt ugye az esetünkben a föld alá rejtett centrális tér, 12 osztattal, Opelionnal, függőleges tengellyel, kicsit a liget megidézésével, de ugyanúgy igaz ez a legegyszerűbb kis WC épületekre, amelyiket pedig ugye népművészeti motivumokra szerkesztett, vagy a központi épület, recepció épületre, ami pedig a Wright féle, ugye ilyen háromszög alapú szerkesztésen alapuló szerkezet volt, vagy alaprajzi szerkesztés volt. Ugye nyilván az anyag adta magát, hogy ahogy korábban vasbetonnal próbál dolgozni a mester, akkor itt hát ugye a fa volt amivel kapcsolatos kísérletezéseket minden tekintetben próbálta maximálisan kihasználni a mester, ami egyébként a legnagyobb problémája is sajnos ugye ezeknek az épületeknek, hogy hát elég romlandók. Ugye szintén 70-es évek, sőt akár még a 80-as évekre is jellemző, hogy nem úgy volt, hogy elmegyünk és veszünk az IKEA-ba a tikurillától meg a ki tudja hol favédőszereket, hanem volt egy vagy két féle, amit használni lehet, ami egyébként nem is nagyon volt használható, vagy hogy mondjuk úgy, hogy
hosszabb távon nem védte meg ezeket a szerkezeteket az időjárástól. Ezek sajnos rányomják a bélyegét ezekre az épületekre, ugyanakkor tényleg azt látni kell, hogy a 70-es évek közepén, amikor volt ugye itt a Vasfüggöny keleti oldalán egy hatalmas nagy ideológiai stopp, ezzel párhuzamosan nyugaton pedig egy őrületes boom, ugye berobbant a posztmodern, a brutalisták hatalmasabb vasbeton épületeket építenek, akkor Makovec Imrét ugye itt a hegyen, az a fák között az elemi építési szavak, az építés szavai ugye a népi építészetből kölcsönzött vagy ott használatos neveknek az épület lényé formálásán törte a fejét, és tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy ezek az épületek voltak azok, amik a Sárospataki Művelődési Ház mellett a nemzetközi reputációjának a megteremtéséhez vezettek. Jelesül természetesen a legfontosabb a Dobogókői síház volt, amelyikben ez az épület lény a legszebben, a legtisztábban megvalósult. Egy nagyon érdekes életet élt ekkor a mester, ugye ő maga bent lakott a Móricz Zsigmond körtérnél, dolgozni kiárt, vagy tervezni, ha úgy tetszik, kiárt a Budakeszi útra egy fabarakba, tehát ilyen egészen döbbenetes körülmények között végezte a munkáját, és művezetni pedig ide járt ki Visegrádra, úgyhogy mindezt se kocsia, se jogosítványa nem volt, tehát egy ilyen egészen más világ volt, mint amit most élünk. Gyakorlatilag az épületeknek jelentős részénél ott volt a kivitelezésnél is, tehát magyarul, amikor ezekről az épületeket tervezte, akkor nem csak szellemi konstrukciókban dolgozott, hanem igenis ott volt, és a megvalósításra és mindenre nagyon-nagyon komolyan figyelt. Az építkezésnek ugye volt egy mondjuk úgy, hogy publikus része, amiket itt látunk, és ezzel párhuzamosan volt egy ilyen kevésbé publikus rész. Az egyik ilyen valóban ez a Nagy László széke, amelyel hát az ekkoriban elhunyt Nagy László költőnek állított emléket Makovec Imre, ugye egy, hát kicsit ez a nevezetes névtelenség, tehát mondjuk úgy, hogy a világ végén egy bozótos, vagy egykor volt Szőlőhegy oldalában állított föl egy fölnagyított, gyönyörűen faragott faszéket, amelyik ugye a mester hát hiányát próbálta szimbolizálni. A másik ugyanilyen, mondjuk úgy, hogy a nyilvánosság szeme elől rejtve megvalósult épület, az a kápolna, amit 2 évvel ezelőtt vagy 3 évvel ezelőtt a visegrádi tábor újított fel, illetve épített újjá, amelyik nagyon érdekes, hát ugye valóban ilyen anonim módon épült, se terv nem volt róla, se nem nagyon reklámozta mester, meg valóban szintén én, mint az ő életművének egyik oktatója sem tudtam róla. Valóban hát már csak a falak, azok is félig földdel befedve voltak fellelhetők, amikor foglalkozni kezdtünk vele. Ugye ez egy, szintén itt a Mogyoróhegy oldalában, egy beerdősülő területen, egykor volt szőlős gyümölcsös helyen épült, és valóban a itteni építő munkásokkal délutánonként a munkaidő lejárta után valósították meg ezt a kicsi kápolnát, ami sokáig nagyon-nagyon népszerű volt, aztán hát szintén ugye romlandó anyagokból épülvén, hát lassan az enyészet élet, és mi hát nem rekonstruáltuk, mert hogy valóban egy rajzunk volt csak Péterfi művész úrtól, ami hát bizonyára valamilyen szinten adta csak vissza a hangulatát, és próbáltuk ezt az mostanra már a környező fák által kicsit amorfá módosított alaprajzi épületet, vagy alapképletet fölerősíteni egy ilyen változó magasságú gerincű tetővel, amelyik hál' Istennek most már újra látogatható és nagyon jó állapotban megtekinthető, a mára már teljesen beerdősült Mogyoróhegyi oldalban. Számomra a legizgalmasabb és legfontosabb részben személyes okokból egyébként ugye Ferber Mihály erdész lakott a Mócsai tanyában, ami hát szintén egy ilyen művészi, vagy az életműben, a Makovec életművében egy elég fontos, karakteres, meghatározó épület, amelyik egy ilyen érdekes kettős, hármas diszpozíciója, funkcionális diszpozíciója volt, amennyiben kvázi egy klasszikus erdészlak volt, amely kiegészült ugye ilyen, hát ilyen félig paraszti kiszolgáló funkciókkal is, mezőgazdasági, erdőgazdasági funkciókkal, illetőleg volt benne egy, azt hiszem, bögrecsárdának hívták akkoriban, tehát egy olyan, tulajdonképpen egy pontja volt, egyik ilyen megálló pontja volt itt a parkerdőnek, ahol be lehetett térni egy forró teára télen, esetleg egy fröccsre nyáron, és valóban az egyik ugye ilyen tulipánforma vizes blokk WC ott is volt a szomszédjában, és hát nyilván már ugye 30-40 évvel a megvalósulás után egészen máshogy funkcionál ez az épület, egy klasszikus szolgálati lakássá vált, de hihetetlen érdekes ugye az a Janus arcúság, amit ebbe az épületbe beleépített a mester, hogy részben a Mocsai tanya, tehát az egykor lakott, tényleg klasszikus parasztudvar, és az erdő fele oldódó, megnyíló, inkább ilyen ágasfás, üvegezett karakternek ez a tulajdonképpen tengelyesen elvált, vagy elválasztott kettőssége.
én számomra egy nagyon-nagyon fontos és izgalmas épület, és hál' Istennek ugye a visegrádi táborosokkal szinte minden évben van szerencsénk a teraszon elfogyasztani egy fröccsöt Ferber mester társaságában. Ugye a Mogyoróhegyi étterem épületben az egyetlen műemléki védettséget, ha jól tudom, védettséget élvező épület eleme található, ugye a galériára vezető lépcsője a mesternek. Hál' Istennek üzemelnek az épületek, a mögöttem lévő erdei művelődéséhez is igen népszerű, és van lehetőségünk a tábor során eljönni ide, meglátogatni, egy kicsit körbenézni majd.